A Honfoglalás című film betétdalát adta elő a Gyulai Kórház Pándi galériájában Pálovics Ágota, akinek kolléganőjével, Pap Máriával nyílt itt közös festmény kiállítása csütörtökön. A két gyógyszertárban dolgozó alkotóképeit már több helyen bemutatták, de ez az első közös tárlatuk. Pálovics Ágota kedvenc témája a női arc és szépség, de úgy gondolja, még nincs kialakult stílusa. Most is folyamatosan tanulom, megfejlesztem magamat, és nagy örömömre, amikor ide kerültem a gyógyszertárba dolgozni, kiderült, hogy egyik munkatársam nem is akárhogyan fest, és nagyon sokszor szoktunk kommunikálni gyakorlatilag a festészetről, tippeket adunk egymásnak, főleg ő ad nekem még, és felkérést kaptunk az itt dolgozóktól, hogy ha már mi festünk, akkor mi az, hogy Gyulának más területein volt kiállításunk, ugyanakkor itt még nem volt, pedig itt ez a galéria, és hát ennek nagyon megörültünk, és akkor összefogtunk Marikával, és így lett ez a kiállítás. Bár a két alkotó tanácsokkal látja el egymást, képeik mind technikában, mind tematikában különböznek. Az arcok azok még nehezen mennek, vagy inkább bátortalan vagyok velük. A tájképeket szeretem nagyon, meg a virágokat imádom festeni. Hát többnyire akrillal dolgoztam most ebbe a kiállításban. Pap Mária festményeire az erőteljes színhasználat jellemző. A gyulai alkotók baráti körének tagjaként ő is igyekszik folyamatosan fejleszteni magát. Éppen most lesz majd ősszel 10 éve, hogy festegetek. Hát egy baráti társaság hívott meg egy szakkörbe, és így 55 éves fejjel kezdtem. Hát lehet, hogy egy-kettőben kevesebb volt, de 50 fölött kezdtem el csak festeni, és nagyon-nagyon szeretem a színeket. Iskoláskoromban szerettem rajzolni, de utána úgy alakult az életem, hogy nem foglalkoztam vele. És mikor bekerültem a szakkörbe, akkor nagyon nagy kedvet kaptam. Pap Mária és Pálovics Ágota a kiállítása március 30-áig tekinthető meg a Pándi galériában.